még egyszer, tehát van egy hosszabb évre, mondjuk 5-10, akár 20 évre visszamenő halálozási statisztikája Magyarországon. Ez kb. 130 ezer ember, van amikor több 125, van amikor 132-133 ezer szalad, de nagy átlagban ez 130 ezer körül, vagy egy kicsivel alatt. Amikor megjelent a Covid, akkor ez fölment 140 ezer. Majd, amikor elkezdtek vakcinázni, hogy nem lecsökkent, hanem még ez megfejelve nőtt, még 10%-ot durván, és akkor 155 ezer, ami 621, ha jól emlékszem, számára halálos áldozat. A vetélés és az egyéb nőgyógyászati megbetegedések számának az emelkedése az 4-5-5, de lehet, hogy akár 10 felesége is, csak még nem derül ki. Tehát azt tudjuk, és az már le van írva, hogy a második legfontosabb, amit megtámad maga a vakcina, az az óvárium. És a policisztás óvárium szindróma, ez egyre gyakoribb, és ez pedig meddőséget okoz a lányoknak. Azért a 8 milliárdhoz képest nem fog végtelen mennyiségben megnövekedni az emberi populáció. Tehát ha úgy nézzük, legfeljebb 20%-kal fogunk nőni, és szó nincs arról, hogy megduplázzák a létszámot.